Sziasztok, kedves rovasak követők! Hát a BMW projekt E30 folytatódik, és a harmadik résszel jelentkezem, de ez úgy gondolom, hogy elengedhetetlen egy ilyen projektnél, hogy jó kedv és optimizmus legyen. Na mutatom nektek, hogy hol tartunk. Hát jelentősen szétkaptuk a kisbömöst, és most következik a motor kiemelése. Lecsavaroztuk ugye a váltóról a csavarokat, tehát mindent lebontottunk, és hát most azon leszünk, hogy kijöjjön a motor a helyéről. Itt én most így levontam konzekvenciát, hogy megnéztem a henger falát, és hát nem tudom, mennyire látszik így. Nem igazán érzem kopottnak, válla nincs. Nyilván majd a mérések megmutatják, hogy szabad szemmel mit látok, vagy mit sem, de talán csak a hengerfalán egy kis koksz található. És aminek nagyon örültünk, megérkeztek a szerszámaink. Köszönjük ezúton is a webáruházaknak, akik támogattak bennünket, hogy megérkezett ez a csodálatos motorkiemelő, és megérkezett a karosszéria mozgató is. Úgyhogy meg is mutatom nektek, teljesen szétkaptuk a belső részt is. Ami még nagyon-nagyon jó dolog, hogyha kiszedjük a motort, a váltót, leszedjük a futóművet, akkor vihetjük is a karosszériáshoz, meg is van beszélve január eleje, és aminek nagyon örültünk, megérkezett a Valkasz garástól az összes javító elem. Hát most nem, ha nem haragszotok, nem venném ki innen. Itt van az összes javító elem, taposó, akkor a küszöbök. Tulajdonképpen amit lehet az E30-hoz rendelni, mindent megrendeltünk hozzá, meg is érkezett, és nagyon örültem neki, hogy tulajdonképpen szinte nincs olyan javító elem, amit ne tudtunk volna beszerezni hozzá. Hát remélem, hogy ez majd továbbra is így lesz. Nyilván, ami itt elkeserítő, de a karosszériásunk nem keseredett el ennek láttán sem, hogy itt a doblemez külső részén hát elég rendesen elfogyott. Megette a rózsda, nagyon durván. Itt is. Karosszériásunk nem volt annyira elkeseredve, mint én amennyire elkeseredtem, illetve a feltárt problémák láttán. Hát akárhogy is nézünk, ezt megmutatom nektek, de lehet, hogy az előző videóban is már mutattam, hát az autónak nincs alja. Tehát ezt úgy megette a rózsda, mint a fene. Tessék, a üléstartó az is teljesen eltűnt. Minden egyes alkatrészt becsomagoltunk, pontosabban beletettünk ilyen műanyag dobozba, pontosan azért, hogy megírtuk külön kategóriánként, hogy mibe mit tettünk, mibe milyen csavarok vannak, milyen részegységek, hogy amikor majd újítjuk föl, és utána rakjuk össze, akkor azért minél kisebb kihívás legyen. Nem tudom, múltkor mutattam-e nektek, hogy tulajdonképpen itt a hátsó sárvédő alsó ív is teljesen eltűnt, de mondom, amennyire nagyon jó volt, hogy minden javító ívet, minden karosszérielemet be tudtunk hozzászerezni. Úgyhogy köszönjük nektek a támogatást, nagyon köszönjük a sok pozitív kommentet és bíztatást. Szerencsére eddig még sikeresen megy a projekt, ezután is sikeresen fog menni, mert úgy gondolom, hogy amit eldöntöttünk, azt véghez is fogjuk vinni, ha nem egy nagyon rövid idő alatt, akkor hosszabb idő alatt, de meg fogjuk csinálni ezt az E30-at, és talpra fogjuk állítani. Úgyhogy ha bármilyen jó ötletetek van, vagy észrevételetek, építőjavaslatotok, nagyon szívesen vesszük továbbra is, és jövünk hamarosan a harmadik, dehogy a harmadik, a negyedik résszel,
de még a motor kiszerelés után meglátjuk, hogy milyen új dolgokat fogunk feltárni, majd meg fogom nektek mutatni a futóművet, illetve minden olyan részt, amit kiszedtünk. Hát eléggé elkeserítő a látvány, de semmi probléma, innen szép nyerni, úgyhogy ez legyen itt a mai BMW E30 rész záró mondata. Továbbra is nézzetek bennünket, kövessetek, várjuk építő javaslataitokat, szép estét, sziasztok!